Megújuló utak, uniós forrásból megépülhet a Nyírbátort az autópályával összekötő útszakasz is. Sikeres közmunkaprogram, jövőre 225 milliárd forintot biztosít a kormány Start munkaprogram támogatásra. Vizitúra megállóhely, 70 millió forintból alakítottak ki lapátos pihenőhelyet Vásárosnaménynál a Tiszaparton. 2018-ban elkészülhet az M49-es út Győrtelek és Ökörítő-Fülpös közötti szakasza, hangzott el a mai megyei közgyűlésen. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának beszámolójából kiderült, ez az út több szakaszban korszerűsödhet, jelenleg a tervezés zajlik. A közutas beruházások állami és uniós forrásból folytatódnak a megyében, többek között a Nyírbátort az autópályával összekötő szakaszra is jut támogatás 2020-ig. A közgyűlésen több képviselői indítványról is szavaztak. Egyhangulag fogadta el a megyei közgyűlés azt a határozatot, amelyben aggodalmukat fejezi ki a nemrég elfogadott ukrán nyelvtörvénnyel kapcsolatban. A kárpátaljai magyarokat ugyanis hátrányosan érinteni ez az új törvény, hangzott el a testület ülésén. A téma Veres János szocialista képviselő javaslatára került napirendre. Úgy gondoljuk, hogy komoly veszélyt jelent az elfogadott nyelvtörvény a Kárpátalján élő magyarok számára, és úgy gondoljuk, hogy komoly veszélyt jelent arra az együttműködésre, ami kialakult Kárpátalja és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között. A témát azért vetettem föl a közgyűlés során, mert azt gondolom, hogy Magyarországon nem csak a kormánynak kell ilyen esetben lépnie és reagálnia, hanem aki még illetékesebben helyi szervezetként, mint a mi közgyűlésünk is, el kell, hogy mondja véleményét, hogy ez nincsen rendben, amit ott most elfogadtak, és az nincs rendben, amit be akarnak vezetni, és szerintem kell találni olyan megoldást most menet közben, hogy ne szülessen olyan döntésként, hogy egyébként az orosz ellenesség miatt megfogalmazott törvény az a magyarokat sújtsa, meg más kisebbségeket is értelemszerűen. Szerintem érték, ami kint van magyar nyelv oktatásban, érték, ami kint van a Rákóczi Főiskolán a folyóoktatásban, érték az, hogy a lakóhelyükön, a születéshelyükön tudnak magyarok magyar nyelven tanulni. 2262 kilométer hosszú közutat, 130 kilométer autópálya szakaszt kezel a Magyar Közút Nonprofit ZRT megyei igazgatósága. A szervezet részletesen beszámolt az előző év közutat érintő és már elkészült fejlesztéseiről, kiemelve többek között azokat a például 4-es számú főutat 471-es szakaszt, a Nyírbátori és Kisvárdai körforgalomépítéseket, amelyekkel jelentősen javult a megye közúthálózatának állapota. A képviselők több olyan lakótérségeikben kamionforgalommal terhelt csomópontnak vagy frekventált közútnak számító szakaszról kérdezték a szervezet igazgatóját, ahol korszerűsítésre lenne szükség. Nagyon sok olyan kérdést kapott a megyei közútkezelő, ami nem is biztos, hogy az ő területe. Elmondtam, hogy ők még csak nem is hozott anyagból dolgoznak, hanem kapott anyagból. Tehát az a dolga a megyei politikusoknak, hogy lobbizzanak, hogy minél fejlettebb legyen a megye úthálózata, végre valósuljon meg a megyénken keresztül a kelet-nyugati, akár tranzitforgalom is autópályán, és hát azt tudom mondani, hogy ebben a körben is nagyon sokan hozzászóltak, és a mi megyei szervezetünknek a munkáját magas szintűnek értékelem, hát a központi támogatás az lehetne nagyobb is. 2018-ra, valamint az uniós költségvetési ciklus végére hazai és nemzetközi támogatással tovább javulhat a megye közútjainak minősége. A TOP esetében nagyon fontosnak tartom, hogy a Nyírbátor autópálya összeköttetés a TOP keretéből megvalósulhat. Ez év októberében ez a beruházás reményeink szerint el is kezdődhet, eredményes közbeszerzési eljárás esetén. A másik, ami talán a napnak a fejleménye volt, hogy az előző napon jelent meg éppen a magyar közlönyben az a kormányhatározat, amely elrendeli az M49-esnek Máté Szalkáról
ugye Szatmár Németi bevezető közlekedési fúrnak, amely a megye jelenleg legkritikusabb közlekedési útvonala, ennek a tervezésének az elrendelését. Így itt egy nagyon komoly akadály van még, a határ meccési pont kijelölése Románia felé, mert mindenféleképpen sürgetni kell a román partnereket, hogy minél előbb jelöljék ki a határ meccési pontot, és akkor a tervezési munka eredményre vezethet. 2017. július 23-án Tuzsér és Komoró között egy veszélyes anyagot szállító kamion felborult. A baleset következtében a sofőr a helyszínen meghalt. A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően a szállított veszélyes anyag nem került a levegőbe, idézte a történteket napi rendelőtti felszólalásában a polgármester. Kértem a közgyűlést, hogy támogassa azon kezdeményezésemet, amelynek értelmében a közgyűlés él a felteresztési jogával, illetve a döntés kezdeményező jogával, és ennek értelmében sikerül kitiltani a magyar közutakról ezt a veszélyes, ennek a veszélyes anyagnak, az etilénoxidnak a szállítását, és mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt a veszélyes anyagot csak vasúton lehessen szállítani Magyarországon. A közgyűlésen szóba került két megyében lévő mentőállomás leromlott állapota is. A két legrosszabb mentőállomás az Vásárosnami és Kemecse, ez épület infrastruktúra tekintetében, ezen szeretnénk változtatni. Ahhoz, hogy ezen tudjunk változtatni, az önkormányzatoknak is segíteni kell ennek a problémának a megoldásában. Mi egy helyzetértékelést, a helyszín kialakítását fogjuk elkészíteni, egy komoly szakmai anyag van készülében. Amikor ez elkészül, akkor az érintett testületek ezt jóvá fogják hagyni, majd pedig szeretnénk behozni a megyei közgyűlés elé, de továbbiakban is tájékozódunk, hogy a megyében van-e más akut vagy esetleg olyan jellegű probléma, amely felszínre kerül ennek kapcsán. A testület elfogadta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települési szilárd hulladék gazdálkodási program megvalósításának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatóját is. Az ország gazdasági helyzetének javulásával párhuzamosan a hazai foglalkoztatási helyzet is pozitívan változott, közölte a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár Nyíregyházán. Hoffmann Imre hozzátette, ehhez a közmunkaprogram is nagyban hozzájárult, amelyben 2017 első fél évében 183 ezeren vettek részt. A kormány jövőre 225 milliárd forintot fordít majd a Start munkaprogram támogatására. Különféle zöldségek sorakoztak a Máté Szalkai standon, a közfoglalkoztatási kiállítás és vásáron Nyíregyházán. A közfoglalkoztatási programban termelt növényeket elsősorban a település iskoláinak a konyháin használják fel a közétkeztetésben. Szatmár fővárosában a mezőgazdaság mellett a bioágazat is kiemelt szerepet kap a közfoglalkoztatásban. Többek között 3 éve termelnek bionádat közel 5 hektáron, amelyből tüzelőanyag készül. A közfoglalkoztatás Mátészalkán is csak egy átmeneti lehetőség a programban résztvevők számára. A cél ezeknek az embereknek az elsődleges munkaerőpiacra történő mielőbbi visszaintegrálása. Mátészalkán ennek komoly, ebben az évben is komoly előrelépései vannak, hiszen az 560 előirányzott keretszámból 130 főt már időközben sikerült az elsődleges munkaerőpiacra vissza integrálni. Így azok az ipari parkunkban lévő gyárak, amelyek leginkább betanított munkaerő foglalkoztatását irányozták elő, azoknak a feltöltése Mátészalkán folyamatossá vált. Nem csak Mátészalkán, hanem a megye több településén is egyre többen tudnak elhelyezkedni a közmunkaprogram után. Így nem csak a foglalkoztatási ráta nőtt jelentősen, elérve az országos átlagot, hanem bizonyos területeken már munkaerőhiány is tapasztalható. Ezért fontos a közfoglalkoztatottak továbbképzése is. Az idei évben Ginopos projekt keretében több mint 4000 embernek a képzése fog megvalósulni. Ezek általában olyan képzések, amelyek már szakmát adnak, tehát jó részük az valamiféle OK és bizonyítványt ad, tehát lehetőséget ad arra, hogy egy szakmát megismerve, megtanulva a munkaerőpiacon is munkát találhassanak ezek az emberek. A 68 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei mellett 6 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település is bemutatkozott a kiállításon. Az alig több mint 200 lelkes Triss községben a közmunkaprogramban előállított termékek igen népszerűek, ezért további fejlesztéseket terveznek. A jövőben a szociális szövetkezetünk fogja ezeket a termékeket előállítani. Jelenleg épül a gyümölcsfeldolgozó üzemünk, és a fókusz pályázatra, a szociális szövetkezeti pályázatra is beadtuk a pályázatunkat, amellyel remélhetőleg 6 főt fogunk tudni foglalkoztatni.
Jelenleg a közfoglalkoztatás alapjain 261 ilyen típusú szociális szövetkezet van az országban. Támogatásukra a Fókusz programban 12 milliárd forintot különített el a kormány. Erről Hoffmann Imre beszélt a rendezvényen. A közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár azt is elmondta, 2018-ban 225 milliárd forint összeg áll majd rendelkezésre a Start munkaprogram támogatására. Hoffmann Imre arra is kitért, hogy a közmunkaprogramok kialakításában a helyi önkormányzatok kiemelt szerepet játszanak. Alapvetően nagyon sok programot ők találtak ki, ők generáltak, ők valósítottak meg, illetve számos az országban is tudtuk ezen programokat elindítani. Alapvetően kell a kreativitásuk, tudják azt, hogy a helyi sajátosságoknak megfelelő programokat indítsanak, ismerjék a pályázati lehetőségeket, ismerjék a támogatási lehetőségeket, és ehhez tudják igazítani a programokat, és ez egy településfejlesztés is egyúttal. Hoffmann Imre azt is kiemelte, a közfoglalkoztatottak létszáma 2016-ban 223 ezer fővel volt a csúcson, majd 2017 első fél évére 183 ezer főre csökkent ez a szám. A helyettes államtitkár szerint ez azt mutatja, az ország gazdasági helyzetének javulásával párhuzamosan a hazai foglalkoztatási helyzet is javulásnak indult, és a foglalkoztatási ráta tavaly 71,5%-ával már meghaladta az uniós átlagot. 70 millió forint Európai Uniós forrásból vízitúra megállóhelyet alakítottak ki Vásárosnaményban a Tiszaparton. A Magyar Kajakkenu Szövetség támogatásával létrejött beruházás részeként egy 10 személyes sárkányhajót, valamint több kajakot és kenut is vásárolt az önkormányzat. A városban már több mint 20 gyermek ismerkedik a sportág alapjaival. Európai Uniós forrásból mintegy 2 milliárd forint áll a Magyar Kajakkenu Szövetség rendelkezésére arra, hogy az országban közel 100 vízitúrapontot építsen ki. A program a Felső-Tiszán indult, ahol az év végéig 14 bázis készül el. Elsőként csütörtökön Vásárosnaményben adták át a Beregszíve üdülőközpontban kialakított lapátos pihenőhelyet. Akik ezeket a túrahelyeket válasszák majd, azok pontosan tudják azt, hogy milyen szolgáltatásokat, milyen körülményeket kapnak, és nagyon szerettük volna, hogy ebben fontos legyen a minőség, és az, hogy mindenki jól ki tudjon kapcsolódni, és egyben olyan szolgáltatást kapjon, amiben beletartozik a képzés, az oktatás, a vízenjárásnak a megtanulása, hogy így fejezzem ki magam. Vásárosnamény polgármestere kiemelte, mind az idegenforgalom, mind a kajakkenu sport profitál majd a felújított vízibázisból. Egy olyan kitörési pontja ez a turizmusnak, a lapátos turizmusnak, a vízen ideérkezőknek, amelyel érezhetően valamennyi településen, így itt Vásárosnamény Gergely-Gornyán is, egy ugyanolyan arculattal találkoznak majd a víz szerelmesei, megtalálják a normálisan megépített vízes blokkokat, a közösségi tereket, a gondnoki épületet, és meg tudnak pihenni, aztán másnap vagy két-három nap múlva tovább evezni majd innen. Egy álom is valóra válik, amely egy visszatérő álom, hiszen nem csak a túrázók, a vízszerelmesei, hanem a kajakkenusok is újra kezdhetik azt, amit valamikor 15-20-30 évvel ezelőtt abba hagytak valamiért. Jelenleg több mint 20 gyerek ismerkedik Vásárosnaményban a sportág alapjaival. Az ő felkészülésüket segíti majd az a sárkányhajó és több kajak, valamint kenu, amelyeket a felújítás keretében vásárolt meg a Naményi Egyesület. Restaurátorok műhely titkai címmel nyílt időszaki tárlat a József András Múzeumban. A témáról hamarosan, előtte azonban nézzük a híradó további témáit. Pinteken rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1B-ben. Az erősebb, piros csoportban szereplő Nyíregyháza Blue Sharks a Nyitányon a Bonyhád otthonában lép pályára. A kék cápák célja, hogy a legjobb négy között zárják a szezont. 7 testnevelő tanár vehetett át elismerést ma a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a pedagógusokat. Restaurátorok műhely titkai címmel nyílt időszaki tárlat a József András Múzeumban. A Nyíregyházi intézmény a Magyar Nemzeti Múzeum országos restaurátor és restaurátor képző központ közreműködésével a szakemberek munkájába tekinthetnek be az érdeklődők. A rendezvény lehetővé teszi a restaurátor szakma megismerését és a műtárgyvédelemmel foglalkozók munkáját.
Tárgyrestaurátorok munkáját, összesen 22 kreációt lehet megtekinteni a József András Múzeumban, főként a 2016-2017-es tanévben. A Magyar Képzőművészeti Egyetemen végzett iparművész-restaurátor hallgatók diplomamunkái közül válogattak az őszi tárlathoz. A kiállított tárgyak mellett a posztereken rövid leírások és fényképek szemléltetik a beavatkozások előtti állapotot, a restaurálási folyamat fontosabb lépéseit és a végeredményt. Ma nyitottuk meg a Restaurátorok Műhelyi Titkai 2 című kiállításunkat. A tárlat az úgy gondolom, hogy most már hagyományteremtő, mert tavaly volt a először, és akkor a sikere volt, hogy úgy gondoltuk, hogy ebben az évben is megrendezzük. A tárlaton nem csak korban, anyagban is változatos darabokat láthatnak az érdeklődők. Sokszor a bőr, fém, textil, üveg, de akár papíranyagú tárgyak is javításra szorulnak. Ezeket is megtekinthetik a látogatók. Ha azt mondom, hogy restaurátor, akkor valami mindenkinek eszébe jut. Többnyire azt gondolják, hogy ja, akik festményeket, esetleg bútorokat restaurálnak, de az, hogy vannak esetleg kerámia restaurátorok, vagy ötvös restaurátorok, vagy netán papír restaurátorok, az ritkábban jut az emberek eszébe. És különösen az nem talán, ahogy hogyan dolgoznak. A kiállítás lehetővé teszi a restaurátor szakma alaposabb megismerését és a műtárgyvédelemben tevékenykedők bemutatkozását. A látogatók betekintést nyerhetnek a nyilvánosság elől gyakran rejtve maradó restaurátori műhelyekbe, felfedezve, hogy ez a felelősségteljes szakma a széleskörű elméleti tudáson túl nem csak kézügyességet igényel, sok esetben leleményességre is szüksége van a restaurátornak. A kiállítás november 30-áig tekinthető meg a József András Múzeumban. Pénteken rajtol a bajnokság a férfi kosárlabda NB1B-ben. Az erősebb piros csoportban szereplő Nyíregyháza Blue Sharks a Nyitányon a Bonyhád otthonában lép pályára. A kék cápák célja, hogy a legjobb 4 között zárják a szezont. Az átszervezésnek köszönhetően valószínűleg minden idők legerősebb férfi másodosztályú bajnoksága rajtol el pénteken. A legutóbbi szezon legjobban szereplő keleti és nyugati csapataiból összevont piros csoport 14-es mezőnyében ott van a Nyíregyháza Blue Sharks is. A kék cápákhoz 3 játékos érkezett a nyári szünetben. A nyíregyházi nevelésű Zalaegerszegről visszatérő Cinger Zoltán és a legutóbbi szezont az Egyesült Államokban töltő szintén nyíregyházi Vida Zoltán mellett az amerikai Eddie Delegál számít új szerzeménynek. A csapat célja a legjobb 4 közé kerülés. A rendszer átalakításával ugye most már országos kiterjedésű lett a másodosztály is, a B csoport is. Rendszer átalakításával nagyon sokat erősödtek, és a legjobb csapatok kerültek ide ebbe a piros csoportba. Bízom benne, hogy azért ennek a küzdelmeit is fel fogjuk tudni venni, és ezt a ritmust is fogjuk tudni teljesíteni, és mindenképpen örülnénk annak, hogyha a csapatunk az első 4 hely valamelyikét meg tudná szerezni majd a bajnokság végén. A felkészülés során azért látható volt, hogy bizonyos alapdolgokat csak át kellett ismételnünk, és nem újra vissza kellett lépni az elejére, de azért ez még a szezon folyamán fog kiderülni, mert kell tovább lépnünk, kell megújulni folyamatosan. Ugye a csapatok egyre többet készülnek egymásból, szerencsére egyre jobban fejlődik ez a része is a kosárlabdázásnak, és éppen ezért elengedhetetlen, hogy mérkőzésről mérkőzésre változtassunk és fejlődjünk. Ehhez persze a játékosok is kellenek, akik tudják fogni, és tudják végrehajtani is azt, amit szeretnénk. A nyitófordulóban a kék cápák annak a Bonyhádnak az otthonában lépnek pályára, amelyik az elmúlt években többször is bajnok lett a másodosztályban, de aztán később nem indult el az élvonalban. Nagyon kemény mérkőzésre számítok, én úgy gondolom, hogy kis dolgokon fog múlni a győzelem. Próbálunk ugye felkészülni a Bonyhádból, de ugye ilyenkor nehéz, mert még nincsen semmilyen mérkőzés, nem játszottak le, nehéz így felkészülni. Így a statisztikák alapján készülünk a mérkőzésre, de mindenképp nyerni szeretnénk holnap. A nyitóforduló további párosítása a következő: MTK Török Bálint Hódmezővásárhely, Oroszlány Győr, Békés Vasas, PVSK Miskolc és Nagykőrös tehetséges fiatalok. 7 testnevelő tanár vehetett át elismerést ma a megyei közgyűlésen. A Magyar Diáksport Szövetség és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat együttműködésének köszönhetően tehetséggondozás és az utánpótlás nevelés területén elért eredményeikért díjazták a pedagógusokat.
2014-ben kötött együttműködési megállapodást a megyei önkormányzat és a Magyar Diáspor Szövetség azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolákban végzett munkát. Az elmúlt évben 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzérmet szereztek a megyebeli sportolók az országos döntőkben. A csütörtöki közgyűlésen 7 testnevelővel tette át elismerést a tehetséggondozás, utánpótlás nevelés területén végzett kiemelkedő munkájáért. Ez a díj, én úgy gondolom, hogy amellett, hogy ugye mindig azok a testnevelők, akik díjazásban részesülnek, ők azért külön ki vannak emelve. Én azt gondolom, hogy nem csak nekük szól természetesen, hanem rajtuk keresztül minden olyan testnevelőnek, aki dolgozik a diáksport élet népszerűsítéséért és erősítéséért itt a megyében. Tehát ennek amellett, hogy természetesen van egy anyagi elismerése is, mindenképpen úgy gondolom, hogy az egész testnevelői garnitúra felé egy erkölcsi elismerést is jelent. A Magyar Diáspor Szövetség ügyvezető igazgatója elmondta, hogy az elmúlt tanévben rendezett országos döntők után ismét jó eséllyel pályázhat nagy rendezvényekre a megyei diáspor és szabadidő egyesület. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon nagy itt a diásportnak a támogatottsága, és szakpolitikailag, politikailag és szakmailag is nagyon nagy támogatottsága van. Úgyhogy mi nagyon örülünk, amikor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye pályázik valamilyen nagy eseményre, és tudunk adni Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének nagy eseményt. Nagyon jó színvonalú események és versenyek zajlanak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében most már hagyományosan. Illetve egy kiemelkedő eredményt is elért a megyen, történetesen Nyíregyházán, ugye a Vasvári Pál gimnáziumnak a tanulói, az 5-6-os röplabdában, 5-6-os korcsoportos röplabdában győzedelemre vitték a csapatukat, amivel kivívták nemzetközi eseményen való szereplésüket is, ők nyerték el annak a jogát, hogy a következő év júniusában, Brunóban a nemzetközi világbajnokságon, iskolai sportvilágbajnokságon képviseljék az országunkat a lányok között. Petruska Zoltán, a Tiszavasvári általános iskola testnevelője, a sok eredmény közül a labdarúgásban elért sikerekre a legbüszkébb. Futsalban minden megyei megméretedést megnyertünk, megyei döntőt is. Így kerültünk Zalaegerszegre az országos döntőbe, ahol 22 csapatból 11-ek lettünk. Ez az iskola történetében egy nagyon nagy dolog, ilyen futsalban még ilyen eredmény nem született. Negyedik korcsoportos labdarúgásban, ez egy kispályás labdarúgás, értük el labdarúgásban a legmagasabb eredményünket, országos harmadikok lettünk. Ehhez meg kellett nyernünk az összes megyei megméretet és a megyei döntőt is, és Debrecenben harmadik helyezést értünk el. A közgyűlésen elismerésben részesült még Szabóni Pap Katalin, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Bognár György, a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola, Ceglédi István, a Jákmajtisi Móricz Zsigmond Általános Iskola, Jenei Zoltán, a Nyírteleki Általános Iskola, Pók István, a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium és Szakács Szabolcs, az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola testnevelő tanára. Híradunk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. 2018-ban elkészülhet az M49-es út Győrtelek és Ökörító Fülpös közötti szakasza, hangzott el a mai megyei közgyűlésen. A Magyar Közút Nonprofit ZRT Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei igazgatóságának beszámolójából kiderült, ez az út több szakaszban korszerűsödhet, jelenleg a tervezés zajlik. A közútas beruházások állami és uniós forrásból folytatódhatnak a megyében. Többek között a Nyírbátort az autópályával összekötő szakaszra is jut támogatás 2020-ig. A közgyűlésen több képviselői indítványról is szavaztak. Az ország gazdasági helyzetének javulásával párhuzamosan a hazai foglalkoztatási helyzet is pozitívan változott, közölte a közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkár Nyíregyházán. Hoffmann Imre hozzátette, ehhez a közmunkaprogram is nagyban hozzájárult, amelyben 2017 első fél évében 183 ezeren vettek részt. A kormány jövőre 225 milliárd forintot fordít majd a Start munkaprogram támogatására. 70 millió forint Európai Uniós forrásból vízitúra megálló helyet alakítottak ki Vásárosnaményban, a Tiszaparton. A Magyar Kajakkenú Szövetség támogatásával létrejött beruházás részeként egy 10 személyes sárkányhajót, valamint több kajakot és kenut is vásárolt az önkormányzat. A városban már több mint 20 gyermek ismerkedik a sportág alapjaival. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták szeptember 14-én csütörtökön. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. A viszontlátásra!
Holnap változóan felhős időre számíthatunk kisebb esővel. Az éjszakai órákban hideg front vonul át térségünk felett, emiatt péntekre több fokkal mérséklődik a felmelegedés. Az előttünk álló éjszaka többnyire gyengén felhős idő várható, majd hajnalra megnövekszik a felhőzet, csapadék nem lesz. A déli, majd az északnyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd a déli óráktól változóan felhős idő várható több-kevesebb napsütéssel. Eső, zápor egyaránt előfordulhat. A nyugati szél időnként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Délutánra 20 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban változékony, egyre hűvösebb időre számíthatunk. A hétvégén egy hullámzó hidegfront hatására az ország délkeleti-keleti vidékein még nyáriasan meleg idő várható. Máshol viszont kiadós eső, kellemetlen, szeles, hűvös idő várható. A jövő hét elején, kedden újabb hidegfront okoz csapadékos időt, és tovább csökken a nappali felmelegedés mértéke. A folytatásban is hűvös időnk lesz napsütéssel, felhősebb időszakokkal, futózáporokkal.